A közelmúltban a Nover Táncművészeti Alapítvány kuratóriuma Merényi Zsuzsa díjat adományozott Varga József számára, aki múlt héten egy újabb kitüntetést vehetett át kiemelkedő szakmai tevékenységért a Magyar Táncművészeti Egyetemen a Táncpedagógusok Országos Szövetsége jóvoltából. Nagyon megható volt, nagyon megtisztelő, és nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy így értékelik a munkámat az országban, és ez motivál arra, törekedjünk tovább, jó, amit csinálunk. Tehát ez inkább még a munkára sarkal. De hogyha erről a díjról beszélek, akkor talán ez a díj nem is csak az enyém. Ez a gyerekeké, a szülőké, a támogatóké, hiszen ez így közösen formálja meg talán azt a szellemiséget, amit én szeretnék, és azt gondolom, hogy ez egy közös munkának az eredménye. A Varga Balett Táncműhely közel 300 növendéke ugyancsak tartalmas és eredményekben gazdag hónapokat tudhat maga mögött. Tartottak például csapatépítő programokat, karácsonykor báloztak, több versenyen is jártak, melyekről dobogós helyezésekkel tértek haza, valamint nemrégiben kerítettek sort nagy volumenű évadzáró gálájukra. Nekem nagyon fontos az a törekvés, hogy a Varga Balett Táncműhely egyben legyen, hiszen vagyunk Hódmezővásárhelyen, Szegeden és Makón, és egy évadzáró, egy évnek a lezárása az egy ünnepi pillanat, és erre azt gondolom, hogy a Szegedi Nemzeti Színház színpadán átélni az egy csodálatos élmény, és a gyerekeknek élményeket akartunk adni, és így kolléganőimmel, a kicsi 4 éves gyerekektől egészen 18 éves korosztályú kicsi felnőttekig mindenkit felvittünk a színpadra különböző táncstílusokban, ebben benne voltak a modern koreográfiák, a klasszikus balett koreográfiák, a tanárok által készített koreográfiák, a növendékek által készített koreográfiák, de tényleg egy nagyon-nagyon ízléses kis gálaműsorra készültünk. Varga Józseftől azt is megtudta stábunk, hogy hamarosan egy újabb megmérettetésen, a Nemzetközi Sirály Táncfesztiválon vesznek részt a fiatalok, valamint több táborral is készülnek a nyára.